Újabb fotókat és dokumentumokat közölt a Metropol, amelyek a lap szerint azt bizonyítják, hogy több drága floridai ingatlanja is van a fővárosi közműcégek vezetőjének. A portál korábban már írta arról, hogy Márta Imrének Magyarországon is van több nagy értékű ingatlanja. Néhány napja Gyurcsány Ferenc kiállt a közműholding vezetője mellett. Azt írta, Márta Imre gazdag ember, nagyon, én több Márta Imrét szeretnék. Újabb bizonyító erejű fotók és dokumentumok érkeztek a szerkesztőségbe a fővárosi közműcégek csúcsvezetőjének elképesztő gazdagságáról, írja a Metropol. Kiderült, Márta Imre nem csak egy ingatlant vásárolt magának Floridában, hanem egy óceánparti területen hamarosan egy reneszánsz villa építésébe is belekezd. Az újság egy adásvételi szerződést is közzétett a cikkben. A floridai ingatlan értékét a Metropol által megkérdezett szakértők beépítetlenül 3-4 millió dollárra, vagyis akár 1 milliárd 200 millió forintra becsülik. A Metropol a múlt héten írt arról, hogy a fővárosi közműcégek vezetőjének Floridában, az amerikai milliárdosok nyaralóhelyén van egy ingatlana. Ott ahol a legolcsóbb lakás ára átszámítva legalább 1 milliárd forint. A lap bemutatta azt a dokumentumot is, amely szerint Márta Imre Naples városában vett magának lakást egy úgynevezett közös birtokon, amihez magánkikötő, medence és privát klub is tartozik. A Metropol azt is írta, Márta Imre itthon egy milliárdos villában él a Svábhegyen. Több tízmilliós autóval jár, miközben nyaralásokról, milliós karórákról és saját úszómedencéjének partjáról posztolgat, többször munkaidőben. Az egyik jaktózós képhez például, amin egy fürdőruhás nő is látható, provokatívan azt írta home office, vagyis otthoni munkavégzés. Márta Imre korábban jogi lépéseket helyezett kilátásba a róla megjelentek miatt. Még a baloldali orgánumok is csak találgatják, vajon mennyi lehet a közműcégek csúcsvezetőjének a jövedelme. Erről korábban az Origó írt. A lap szerint Márta Imrét sokan csak Gyurcsány fiúkának nevezik a háta mögött. Azt mondják, hogy Éró asztalom lesz a városháza. Gyurcsány Ferenc ugyan kitart amellett, hogy a háttérből nem ő mozgatja a szálakat a baloldalon, ennek ellenére több hozzá köthető ember kapott pozíciót Budapesten a baloldali főpolgármestertől. Nem a politikai pártánását nézünk senkinek, nem lesznek politikai előttően egynősök. Karácsony Gergely két éve nem sokkal a megválasztása után azt ígérte, a fővárosi cégeknél politikától függetlenek lesznek a kinevezések. Márta Imre mégis úgy kapott kulcspozíciót Budapesten, hogy közben négy ügyben is büntető eljárás volt ellene. A Márta Imre körül dagadó botrány kapcsán Gyurcsány Ferenc a múlt héten azt írta a Facebook oldalán, szerinte kitűnő ember, tisztességes, hazafi és nagyon gazdag. A DK elnöke azt is írta, ő több Márta Imrét szeretne.